Most a VOD nézőket nagyon nagy szeretettel üdvözöljük. Szevasztok, hello, minden van, hang, kép, minden, ami kell, bazd meg. Hihetetlen, hihetetlen. Nagyon szépen kösz, Peti, még egyszer ismét a donációdat, Balázs az 5 hónapot. Na, srácok, a VOD csatornára megy egy üzenet most. Sokan föllázadtak, hogy nem ment 10 nap telt el az RP ilyenek, meg nem ment ki időbe a videó. Először is a szubok azonnal visszanézhetik, legyél szub, és akkor azonnal vissza tudod nézni. Ellenkező esetben 1-2-3 nap, viszont ha szerzőjog van benne, akkor akár 10 is lehet. És akkor csúszik sorba az egész összes RP rész, ha egyetlen egynél ez van, mivel folytatólagos a történet, ezért nem tudjuk addig kirakni a többit. Úgyhogy ez egy ilyen bicikli, de ha nincs szerzőjog, akkor tényleg 2-3 nap. Csók a család, mindenki puszi, szipi-szopi, piszi-paszi. Adrián, nagyon szépen köszön 400-at, hello mindenkinek, csá, és jó napot kívánok. Várom már a napot, hogy beengedjek az Istasobiba. De nem, valamiért azt is, hogy pár nem működik pár embernek, a jó párnak, nem tudom hogyan, miért. Követőnek kell lenni, azt tudom, de zárva van az ajtó. Bence, kösz az 5 hónapot, hello, és csá mindenkinek, szevasztok. Sportlight, igen, szevasztok, szevasztok. Az öreggel csapódunk, mint a majom Getszi. Úgyhogy tartsatok velünk, osszátok a lájkot, nyomjatok egy, vagy mi osszátok a streamet, nyomjatok a lájkot. Ha nagyon tetszik, akkor pedig szobajjá fel. Ha pedig még jobban tetszik, akkor mind a hármat csináld meg. Ha meg még ennél is jobban tetszik, akkor passzom tudja. Ülj bele a széklábam, az porogja. És úgy csináld meg ezeket a dolgokat. Szúbb meg, aztán slájk. Közben székel porogsz. De ha még ennél is... Fejezzétek be. Hello? Persze, köszönöm. Oda menjek hozzád. Nem, nem szeretném. Hova? Ide? Afrikába? Vagy hova? Mezitláb jöttem. Szia! Mi nem működik? Itt minden. Itt minden működik, bazd meg. Ilyen speciális streamekben vagyunk. Miklós, kösz szépen a szubot. Tekeredik az idő. Kígyó akar lenni. Tudom, hogy neked most ez unalmas, mert elhangzott ez, de szubot kéne benni. BÁM! Sajnálom, hogy itt most belementem ebbe. Ha nem tetszik, akkor egy hatalmas lófasz ugorjon a segbe. Ne nekem, akinek nem tetszik. Szia! Parampám, parampám, parampám! Tibi, kösz az 5 hónapot, hello! Tipcsi! Nincs szöveg? Szöveg? Most kapaszkodjatok! Csillagugrás! Pincsebesség! Nyomjuk, nyomjuk, hello! Szevasztok, szevasztok! Jó napot, hello! Rimstream. Legyen? Ezért most megállok a hegyen. Megpróbálom, oké, az elejét megpróbálom. Egy idő után elfáradok benne agyilag, de megpróbálok rímekbe beszélgetni mindenkivel, oké, csak el ne felejtsem. Jó? Oké. Ez melyik rész? Az összes. Ádi, kösz a szubot! Tritonati, kösz szépen! A reszubodát nagyon szépen köszönöm. Tehát az öreg ma rímekbe fog beszélni. Nem tudok 2 órát rímekbe beszélni, mert az agyam kipacsarodna. De mi kösz szépen a 400-at, de megpróbáljuk, oké? Nyílik az ajtó. Anya már megint miért nem működik a laptop szerinted? Itt van a sajtó. Hiába! Édesanyám, megkértelek már, hogy ne itten dohányom. Üdvözöllek téged. Engem nem érdekel, hogy miről beszélsz, én ott gyújtok rá, ahol akarok. Szevasztok! Hát nem éppen, de itt a gyerek, de legalább megy az elkéret. Passzomat nyomjam bele a zsongásba, bazdbe, belépek, az bizsog, az összes bizsög. Meg nyomják, geci. Senki nem parancsol nekem. Szevasztok, srácok! Ebben a házban nagyon sok passzopót látok. Nagyon büdös egy a cigifűs. Mert Gertrud néni itt cigizik. Gertrud néni, passzra leszel húzva. De már mondtam, hogy Orgyergen leszel húzva. Szevasztok! Ugyad ki a fejed az ablakon, aztán nem érzed a cigifüstöt, kisfiam. Figyelj csak, hát a gyerekek között vagyol, ezért cigarettapüstöt a szobában nem hagyol. Ide figyelj, édesanyja, attól, hogy megengedtem, hogy... Milyen nekem? Halló, édesanyja, az anyádat meg fogom baszni. Az összes pénzt a fekete gyógyszosra fogom rakni. Megkértelek arra, hogy ne dohány az ittben. Légy szíves, ott az erkély, vagy menj ki az ajtón kívülre. Menjék ki az erkélyre, szíjad a cigit. Fejedre húzzuk a bilit. Hát ezt nem hiszem el. Igen.
Neked kinőtt már a szűzhártya? Nekem már érzem, hogy nem akarok neked parancsolni, csendet de itt kérek, a gyerek. Csendet kérek, bocsánat, hagyd tegyek föl egy kérdést. Mi a passzomat keres egy múmia a konyhába? Há? Ami az édesanyám. Egy kibaszott múmia van a konyhába. Az anyósod. Papot. Hol? Ő az anyósod. Hát te vagy a múmia, berjem a szádba. Én hogy... akkor benéztél magadról beszélni. Figyelj csak, el akartam már mondani, itt tudunk beszélni négy szemközt, kérem már négy szíves. Azt a kúra, milyen cím fiatalat nézik? Valami szárított teve szar. Bazd meg, piros négy szíves párodjál bele? Milyen fasz ez? Pillanatra? Igen, gyere légy szíves. Igen. Nem tudok rímekbe, bazd meg. Minden Lajos. Jó. Figyelj csak. Igen. Én láttam már a 8. utas a halált, meg az összes horrorfilmet, de ez kutyapasz anyádhoz képest. Hát bazd meg. Hát obodás csoportot halálra lehet rémíteni. Öregszenek 18 évet. Mit csináljuk? Okay. Hogy kerül ide? Először is. Az a helyzet, hogy beszeretném dugni egy otthonba, de szépen. Az otthonban még nem jeleztek vissza, hogy mi a helyzet, hogy felveszik-e, vagy egyáltalán van-e hely, úgyhogy keresem a megoldást, de addig itt kell, hogy lakjon. Viszont nem tudom neki elmondani azt, hogy ne dohányozzon a kibaszott lakásba, mert itt a gyerek és ez a gyerekre káros. Hát de álcsúcson kell pattintani a vén kurvát. Be a jobb kombot rávered, az dirdul. Megengedem neked, ez a másik, hogy a másik lakásba pedig egyből be akarta kapni a passzomat a szobába. És ezt nem túlzok, ez így van. Bejött, ott volt a kislány, ő is elmondhassa, szétrakta a kereket, aztán a nagy dögszagú lyukába ott tárogatott, érted, mint egy tangóharmonika. Hát majdnem kiszédültem a nadrágomból. Hogy értem magad? Azért van, ugye van egy határ. Azért van egy határ. Érted? Hát nem is ajánlom, hogy máshoz hozzáérj amúgy. Először is nézzél már arra a közpényes kurvára. Hát olyan hát, a mint a meres hagyma. Ráncos, ránézel, azt megsirat. Érted? Tudod, mi a baj? Ránéztem, és attól félek, én is ilyen leszek, hiszen ő az anyám. Ebben biztos lesz, te is egy ilyen kotvány szartarcska leszel. Akkor is szeretni fogsz. Figyelj csak, egy pillanat jövök, nagyon kell szarnom. Gondoltam, hogy vécézned kell. Az meg hirtelen rám jött a cipraposán. Aha. Mindjárt jövök. Figyelj már, Lili! Lesz. Nem kell rágyújtani még egy cigiret. Szeretnék tőled kérdezni valamit, kijönnél velem a folyosóra, kérlek. Igen. Orvik össze 2 eurót. Állj meg, légy szíves! De a fej is ücses. Én? Igen, tessék? Itt van ott az... Figyelj, szia Lilike, mi a helyzet? Szia, apa! Te legigaz az, hogy a Nagyi felajánlott valamiféle finomságot apának a múltkor a házban? Igaz, hogy felhúzta a szoknyáját? Azt mutogass, hogy ide bedoblok a picsám közé. Csapkodta a pináját. Így volt, Lilike? Azt mondta a Nagyi, Dormi, hogy... Mondd licenszet, köszön 400. Apunak megmutatta a cunáját. Ezt mondta? Igen. Meg is mutatta. Csak a csúna szóval, amit nem mondhatok ki. De nem ér bőr, meg lógott 50 centi mélyen. Jó. Egy robbantott hát, grill csirke van a lába között, annak a rohadéknak. Az viszi, igen. Mi a helyzet, Tüdikém? Támadó múmia vagy. Megkérdezte tőle a mafiánk, hogy nekem van-e sűshátyám, mert hogy az övé most nő. Aha, bárjál csak. Mindjárt beszélek én ezzel a projektkel. Azt akartam mondani, nem akarom még egyszer meghallani azt, hogy te rámész. Leraktam a cigarettáról. Még... Nem a cigarettáról van szó, hanem még arról, hogy is... rámész a kislánynak az apjára. Figyelj, nem akarom még egyszer meghallani, hogy te ajánlgatod magad. Figyelj csak, bejöttél a szobába, azt mondtad, hogy te szereted nagyon a pagyit, de a szőrösebbik pajtát, és hogy nincsen nála. Nekem nem kell, ne hazudjál, te kotvágy múmia kurva. Légy szíves, igazat mondjál. De nagyon hasonlít amúgy. Gertrud János, meg Johnny. Mi? Eze? Mi az, hogy eze? Sírás körülött lenne alád bernék. Csak az fiú alapok lány. Tényleg, próbáljátok meg ezt a kis időt kibírni egymás mellett. Ugye még egyszer rágyújtol a házba, cipóra berlek. Igen, akkor ezt néz. Cipóra berlek, megmondom, narancsot tömök a szádba, addig ütöm a fejed, mint pontát, nem így a szóba, az meg! Ne vedek egyet! Légy szíves, fejez! Ne vedek egyet! Ne üssze meg! Légy szíves, fejez be a dohányzás, oda baszok egyet! Gertrud néni, tessem, hogy ez meg prank és szatalon trajjuk egyik tomba. Tudom beszélni egy pillanatra, gyere, légy szíves! Persze, mit csak... Lopat a picsátokba, itt senki nem dirigál nekem a házadba. Milyen te házadba, anya? Figyelj sok, Frank, mi újság, jó vagy? Szegény kicsit... Persze, képzelj el, hogy az iskolába most jelenleg... Most kezdődött az év. Igen. Anyád adott zseppészt.
De ezt nem lehet becsukni ezt az ajtót, de a másik szobába be lehet. Menjünk át oda. Persze, gyere csak, mert titkokat akarok veled megosztani. Ide. Meséld már, be lehet, hogy ő hogy az unokát, ha ő az én gyerekem, és nem barátok leszünk. Képzeld el, hogy a, most kezdődött az iskola, és hogy én vagyok már a legjobb tanuló az osztályban még jelenleg. De szerintem ez így is fog maradni. Jó, figyelj csak. És szerintem... Látod ezt a zseblámpát? Igen. Milyen passzám világít. Szerintem elkezdett nőni nekem is a szűzhártyám, mert... Értem itt, hogy mocorog bennem valami. Figyelj csak, szűzhártya. Hogy nem léptem nyomdokaidba, ugye? Igen. Hogy nem csináltam magamból. Megmondom őszintén, amikor beteg voltam gyerekként, akkor az anyám egy 50 centis kúpot nyomott föl a picsámba. Tudod? Mi tudja, mert... Bizony, 50 centi volt. Igen, kicsi. De az miért? Lázas voltál? Vagy mit tudtam? Bizony, lázas voltam. És tudod, én megmondom őszintén, hogy veled kapcsolatban is eszembe jutott egy-két dolog, mert még egyszer megkérdezed a Lilikét, hogy szűzhártya így meg úgy, a büdös kurva anyádat. Olyan kúpot nyomok föl neked, a szemedet kitolja, muzi gyerek. Te mit szűzhártyázol a 2 éves gyereknek? Ha? De azt hittem, hogy mi neki van. Szűzhártya. Pakod ki a zsebbe ide. Fociznak, mondtam. Frank, semmi, jaj, semmi, most azon beszélgetünk, hogy gompoci csapatot fogunk csinálni. Légy szíves, menjetek ki, mert ezek piús temékek. Gyere már, Roxy, mert itt, itt most futballról van szó. Nincs semmi baj. Mennyi zsebpénzed van? Most kaptam megint, mert kaptam egy jó jegyet. De nagyon sokat kaptam most anyukámtól. $12 adott. Mennyi van összesen? Most gyűjtöl, mi? Hát mondjuk gyűjtök egy... Mondjuk gyűjtök egy 2-3 napja már $24 van. Uh-huh. Jó van. Jó van, figyelj csak, ha még egyszer ezt nem szeretném meghallani, mert kézi vezérlésre fogunk kapcsolni, ezt tudod mi? Micsoda? Jobbról-balról lebaszok egy kurva nagyot, a szád, ha magadhoz térsz, jó? De megmondtam már 100-szor neked, érted? Te toppánypejű terminátor, hogy Lilikét te távol tartsod magadot. Légy szíves, ne kelljen már tényleg még egyszer, mert... Még egyszer meglátom, akkor tényleg most már tényleg lesz, tudod? 5 percet is kúp beugrik, csak mondom, jó? Rendben. Na, de még azért, igen? De azért most Lilikének van szűzhártyája, vagy nincsen? Figyelj csak. Igen, kicsim. Megmondtam neked most valamit, te most szórakozol velem, kis buzi? Hát, valami olyan. Szórakozol. Csak kérdeztem. De ne kérdezz, én nem vagy te riporter. Tudod, mi van a kíváncsiakkal, igaz? Szájba vannak hát, baszkodva. Hamar meg... Ja, hát nem, szájba én vannak baszkodva. Én ezt hogy... Persze, ez egy szoftver, ez egy kis óvodás oktapoló, de a valóság az, hogy teli rüsztel nekiputásból, beszappanozott rüsztel, 10 méteres nekiputásból pophán vannak rúgva. Érted? Jó, értem, akkor... Na, akkor... Na, jó van. Igen, az igen. Utolsó kérdés. Igen. Már többet tényleg nem kérdezem, esküszöm, csak hogy neked van szűzhártyád? Persze, mert megmutassam. Tényleg? Mondom neked. Te teraszkiszpapa, menjünk meg tudod... neki. Persze. Megmutatom. Jó. Itt a szűzhártyád, nézd, itt van. Oh! Te valami, te aberrát gecű vagy? Hány éves vagy? Hány éves vagy, Prank? 6 éves vagy. Normális vagy, 6 évesen szűzhártya? Ha? Mi a baj? De, a gompoci csapatot hozzad le közelebb, jó? Mi sír a fiam? Azért, mert úgy örül, hogy nekiadom a gompoci csapatomat, hogy meg elérzékenyült. Tényleg? Így van, ilyen rendes igen. vagyok. Persze. Biztos? Nem hazudsz anyának? De nem hazudok. De úgy hazudik, hát miért hazudnád? Kicsikém, ne sírjál. Úristen, meg mitől lett ilyen púpa fejeden? Nem tudom. Jól vagy? Dika meg a puf... A tebének a hátára, hogy ennek a fejére. Gyere, puszíjon meg bebassza, anya. Bebassza ide az üzébe. Nem is fáj. Na jó van. Kizárólag, ti eddig érő szélben? Másképp nem lehet. Mi a helyzet, Pumja? Miért van a gyerek? Örömében. Örömében. Azért, mert itt van. Figyelj csak ide. Miért bőgsz? Mit csinált feled? Mondjad, miért csinált? Semmi, csak nekem ott a gombfocsi csapat. Magára nézett és megijedt. Rám! Figyelj már, de anyád úgy nyakerek, bazza, mint egy 40 éves pejzajtó. Kezdjél már bele valamit. Igen, sajnos tudom. Ide figyeljél, lányom. Roxana, igen? Figyeljél. Roxanának hívnak, Rox. Igen? Mondjad, édesanyja, igen. Roxanának nincs valami második neve? Valamilyen...
Érti? Dehogy nem. Mi? Micsoda? Na. Basztevető. Édesanyja, fejezd be. Mi a második neve? Sem már állul, mi a második neve? Klamidia. 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 Azt a kur, ez nem véletlen. Mi? Na, ide figyelj, lányom, szeretnék bejelentést. Figyelj csak, savanyú a pinája, mint az őt paradicsom, azt én tanúsítom, a savanyú neki. Hát tőlem örökölte. Na, gondoltam. Ó, az meg. Az igen. Igen? Na, mivel te nem léptél nyomdokatni, mi majd sem savanyú egy színésznőt, és szeretném, hogyha Lili mint a savanyú borga. Lenne. Hogy mit szeretnél te? Ja. Micsoda? Hogy még egy... egyszer, mit szeretnél te az én gyerekemből? Várjál, micsoda? Hát, almás pitét. Olyan lenne, mint én színésznő. Na, ide figyelj. Azt már most veled is ki a fejedből. Hát téged baszott az, aki nem akar, nem? Ezek a legendák szóltak. Nem érdekel, mit mondasz. Meg fogod nézni az előadást, amit tanítottam nekik. Nézzük meg. Kinek? Kinek tanítottál? Hát én többet nem fogom a gyereket elengedni veled sehova. Meg a Lili, ők a Romeo. Ja, hogy te erről tudtál, Frank? És nem szóltál. Hát ahogy beszéltük, hogy meglepetés lesz. Aha. Ja. Fogd már be a pofádat, már megint itt lelövöd a poénokat, hát maradjál, már hogy nem beszél a gyerekemmel, hello? Jól beszél azzal a torszülött gecivel, az egy aberrált gyökér. Mi állandóan a szűzhártyákot, nem, 6 évesen szűzhártyák körül. Mi jelent az, hogy aberrált gyökér? Az, hogy jó kis fiú. Olyan, mint te, Lalika, mit itt húszom az erkodni? Aberrált gyökér vagyok. Geci. Anna, én szabályát nyugi vagyok. Nem, nem, Lilike, te nem, te egy csodálatosan. Te is a berágy gyökér vagy, Lili? Te szép hercegnő vagy, Lili. Nem, csodálatosan. Mikor láthassuk ezt a gyönyörű előadást, bocsánat, mert most már... Na, indulás van, megmutassam ezt. Előveszem az autót. De azt már most felejtsd el, hogy az én gyerekemből színész lesz. Lesz, nem! Jó, mert te mit döntesz el, Nikolán öreg vagy próbafekvésre jársz a temetőbe? Két éved nincs hátra, mit vagy akarsz? Nem akar ne beszéljen a fehér hajával itt. Az nem véletlen fehér. Nagyon örülök, hogy a berágy gyökér vagyok. Stressztő. Örülök. Nézem már szét a családomban. Akkor anya is örül. Hát te is. Öreg bácsi, te is a berágy gyökér vagy? Önnek mi? Gyerek itt. Olyan, mint én. Ó, Dék, az kéne a ráknak. Nem, mindenkinek megvan a saját képességek. Olyan, mint az éljenben, ráül az arcára, azt megpertőzi. Az öreg egy patkány. A félkaját az arna, azért, hogy enyémben. Az öreg, tényleg egy patkány vagy? Azt mondja, anya. Nem, átnyugodtam, megkötözöm az öreget. Én megmondom őszintén, kezdtek engem itt, hogy mondjam, hogy ingerelni. Triggeret. Azt mondja, hogy ez is egy képesség, mint nekem az aberrát gyökér. Így van, ez igaz. Anya, ülj belé. De jó, hogy aberrát vagyok. Maga meg elég nagy nagy, mert anya elpatkoljon. Anya, hátra. Köszönöm. Gyere, Johnny, mert izi... Te ne kösd be magad, jó? Az a kocsi az nem nekünk hagyom, van. Hagyjam, hogy tényleg hova tudom. Mi az, hogy ne kösd? Menjél hátra, Jack bácsiékkal, jó? Na, így is fáj a fejem. Na, a lófa. Nem, nyomd a gázt, nehogy mellénküljön a kis buzi. Nehogy mellénküljön. Istenem. De milyen érdekes. Ez a kis csöves, ez mindig tud vamzerkodni, de szóval, hogy elfelejtett elmondani, nem? Figyelj már, Jack, hagyd kérek már valamit. Igen. Azt mondjam. Gondolom, hogy jó a kapcsolatunk, meg tényleg jóban vagyunk. Hát, legjobb barátok vagyunk, szinte testvérek. Hát azért mondom, hogy lenne mondom. Egy szívesség, amit kérnék tőled, de nagyon pontos. Persze, de viccelj, bármi. Figyelj, Roxy mondta nekem, hogy... Igen? Most az anyja elég rosszul van, tudod? Igen? Meg kéne baszni a vén kurvát. Nem már, tényleg? Persze. Megtennéd hát de figyelj már, nincs annyi sikasító. De nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Szeretném, hogyha a barátságunkra való tekintet, megpontolnád ezt. Mit tettél, anya, fejezd be, jó? Egyedül van, meg mindenem. Na jó, igen, meg fogom fontolni. Gyerek, ígérem. Gyere, Frank. Megyek, megyek. Miért van bezárva ez? Azért, mert van a korhatár, belső. 100 év előtt nem engednek be senkit. Hát akkor magának is tűnés kifele. Miről beszélsz? Én 20 éves vagyok. Forduljon vissza, azt mondtam, forduljon vissza. Mi fiatal emberek vagyok, szépen a sírvény derekánról, ezé. Gertrude néni. Nagyon aranyos vagy, kis köszönöm. Kisgyerekek! Hol vagytok? Na hol van a csipet csapat? Hol vagytok huligánok? Te anya, ezt most megint beképzelted magadnak? Hogy... Igen, tényleg, itt darab gyerek nincsen. Már... Nincs itt senki. Na honnan szerzett ennyi gyereket? Ezt a demesvény kurvát. Ú, basz meg. Megvannak a nagyon csúnya. Ezek az én Abu Dhabiból hoztam. Hogy kérdezzek már valamit, pőnök azt mondja. Ugye a szüleik tudják, hogy itt vannak. Hát adtam nekik cukorkát és most maga után néztem, maga után néztem az ügyfélkapun.
Azt azt mondta a megjelölő belső munkahelyének, hogy Dino gondozó volt, ez igaz? A korábban kitelik. Nem olvasni. Nem néha, hanem hát mindig mondom én. Hol a hempája? Ezt írják, nem hogy Dino gondozó volt. Ne, hát, maga mit? Tud olvasni, azt mondja nekem. Mondom, hogy tudok olvasni, gyekereksz már itt a gyászkereszt. Igen? Mit olvasok el? Tessen csak mutatni. Olvass el azt, ami oda van írva. Oda. Melyikre? Így jó. Ott a táblán. A szemem olyan, mint a Sasi. Van csipás. Johnny, nézd csak! Roxana! Nézd csak, nem lenne nekünk jó egy kis fiú? Ne beszélgessen vele, ez, a, ez az úr engem terrorizál. Csokolom, Gertrud néni. Mert? Hát, mert szedd már össze. De nem ő rá gondoltam, őt nem tudom, hogy ki él. Csak hogy csinálhatom. Szevasztok gyerekek, jó, sziasztok, sziasztok. Csokolom. Igaz, hogy a vémúmia betanított nektek valami csöves darabot? Igen. Találtam egy gyereket. Hazaviszem. Anya, én vagyok szépen a fiót. Ha lesz egy hugod. Nem akarok kiabálni, mert kezd felmenni már a cukrom. Mi az a cukrom? Nem jó. Rózi néni, lehet, hogy ennek a gyereknek már van gazdája. Ne idegeskedjen, mert jó lesz az erőszarású. Ne raklak, jó kicsi, mert oda kell figyelni a nyanyára. Mindenki alapállásba, gyerünk, 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 gyerünk. Jó, jó. Az menjünk melyen? Akkor. Lili, te vagy a Julia. Frank, te vagy a Romeo, ugye? De csókolózás lesz, akkor nagyon nagy botrányt rendezek. Most mondom. Hát pedig ebben a darabban vannak ilyen dolgok. Johnny. Igen. Rómeus Júlia. Nem látszik rajtam, de olvastam a Shakespeare-t. Hát tudod, mit olvastál? Tessék helyet foglalni, a rendőrségi végzés maximum. Na hát azt nem is keveset mondjuk. Gyertek gyerekek. Hát úgy megy ez az öreg asszony, hogy feszít állandóan, mint egy sebbe baszott darumadár, nézd meg. Kínálgassa magát, hát. Nagyon hamar meg kell tőle szabadulnunk, előre jelzem. Már mi nem állásunk el. Nem. Csak ja, be kéne dugnunk egy otthonba. Hát akkor baszd meg, miért nem cselekszel? Hát segíts, én már keresgélek, én... mondom. Te kiültem a gecibe, azt bedob, elviszük azt csá. Kiálljul a paszba. Dobjuk be ide az ebbőlbe. Azért azt ne felejtsd el, hogy a kislánynak a nagymamája. Jó, amire nem tud, az nem fáj. Etessünk be a cápáknak, itt az ebbőlben sok a cápa. Erre már én is gondoltam. Nem egy izém vagy egy pornóforgatás, hogy itt szétdobnak ereket, most nem rosszból. Ez egy disztingváljában. Hát így kényelmes. Nem, hát neki ja. Mondom, nézd meg, hogy ő. Szerőztetett. Hát így kényelmes. Úgy jön a vén pirány, azt megcsupcsálja őket. Tehát arra vágyik. Hát... ajna már. Most neki vegye ki a protkót, ma nem vettem neki ízét. Úgyhogy... Hát figyelj már, csak így rossz így... Igen? Így, hogy is mondjam, elméleti szinten. Igen. Hogyha esetleg édesanyád a szexuális aktusba kezdene, ugye nem kapta szívrohamot. De honnan tudjam, próbáld ki. Csak így, hogy te ismered. De honnan tudjam, nem látod, hogy demens. Azt is elfelejti néha, hogy a lánya vagyok. Hát azt én is hát, hamar elfelejtem. Igen, mondjuk ezt én is. Most igen, persze. Szégyen ide vagy oda, de megmondom, nem vagy egy büszke volt. Elmondta nekem. Tényleg? Hogy, ő mondta nekem, hogy csalódott benned. Gyertsák, tényleg. Szerinte hát, szánalmas, hogy ide jutottál. De viszont büszke lehetnél rám. Én az vagyok. Szánalmas, mert nem léptem a nyomdokaiba. Hagyjad már. Azt mondta, hogy ő szopott, baszott, gombot part, minden volt. Csoki fagyi, nappénytető, tibeti bukpenc galab, minden. Azt mondta, pontosan hogy... Pontosan milyen filmekben is szerepelt a Gertrud néni? Vajon? Gertrud? Milyen Gertrude Diamond. Há. Ocean. Hát, Gertrude nagy rúdjelő. Nem tudom, de apa azt mondta neki, hogy nem akarja többet látni. Hát figyelj, most megmondom, kisugárzásából látszik, hogy nagy kanállal zabálta a paszokat. A rohadék. Nem mondjuk lehet rutin. Rohadt dögevő. Lehet bazunk még jó is mulatnál, Jack Pian. Megpöckölni kétszer a tojást, azt durranna, mint a százas izzó. Ezt most meg itt finnyáskodsz. Hálásak ezek a csatokancák, te fiú. Ecsettel kell levetkőztetni, mert őskori lelet, bazd meg. Ásatás körülményei között. Most mi a faszom van? Ami lehet, hogy kifagyott a szer vagy ismi. Figyelj csak, Jack! Ja, valami móka van. Mókaficek van.